új nyílászárók, redőnyök az ablakokon. A nyírbátori Bátori Anna általános iskola épülete tavaly előtt esett át külső felújításon. Hamarosan belülről is megszépülhet az intézmény. Kedden jelent meg kormányhatározat arról, hogy az iskolát 2012 óta működtető helyi református egyházközség több mint 1 milliárd 300 millió forintot kap az államtól. A támogatás felét az épület megvásárlására költhetik, amely jelenleg a nyírbátori önkormányzaté. Régi igény volt, hogy a tulajdon joga fenntartóhoz kerüljön, az összeg másik fele biztosítja a munkálatok költségeit. Teljes belső felújítást szeretnénk, illetve egy szép sportudvart és játszóudvart a gyerekeknek. Az iskola 19 tanuló csoportjában közel 500 diák tanul. A felújítás várhatóan a tanév végével indulhat el. Más fejlesztések is lesznek a városban a közeljövőben, mint a térség országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, régi álom válhat valóra. A Bátori István Múzeum nagyjából 1,5–2 milliárd forintos rekonstrukciójával. A felújítás ezt tetőtől talpig mindent magába foglal. Nem csak az épületnek a felújítását fogja ezt tartalmazni, különben az épület állagára sajnálatos módon ez nagyon ráfér, hanem kiállításokat is fogunk ebből szervezni. Szeretnénk, hogyha a Bátori család emléke méltó helyre kerülne a múzeumba. Terben van emellett a 471-es főút felújítása is, amelyet kiegészítenének a nyírbátori elkerülő úttal. Ennek köszönhetően teljesen tehermentesítenék a belvárost a kamionforgalomtól. A két szakaszból álló út tervezése már folyamatban van.